Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hun, és a mai videóban megnézzük a Lego Ninja Go most már sokadik szériájának az új starter pakket. Ez a Dragon's Rising, tehát egészen vagány dizájnt láthatunk, főleg ez az XXL limitákban, ez a színes kiállás nekem kifejezetten tetszik. 3500 forintba kerül a starter pak. Aki lelkesedést érez magába, hogy az újabb, már 9. szériás Lego Ninja Go-ba belekezdjen, annak hajrá, mert a minőség még mindig tök király. Nézzük meg! Legalábbis így kívülről, ugye? De bontás után derül ki minden. Azt a mindenit. Na, itt aztán van erő. Óvatosan kiszedjük. Vannak itt benne kezdő kártyák, nem úgy van az, hogy üres kézzel nyitod az albumot. Itt van maga a borító, ez a Dragon's Rising hangulatban lévő karakterek. Egy album, azért bőven belefér a széria, ugye szokásosan itt le van mattítva ez a belső rész, ami még mindig egy pici negatívum számomra, én ezt annyira nem szeretem, és fölülről tölthetős ugye az albumba a kártya. Oké, tegyük bele akkor a borítót, tudjuk le, a másik oldalán a checklist, de amúgy is ahhoz, hogy X-elgesd, úgy is ki kell venni, úgyhogy végül is nem gond, hogy be van homályosítva a belső fele az albumnak, a külső az tényleg teljesen tiszta, tehát semmit nem veszel a borítónak a jellegéből. Óvatosan nehogy összegyűrjem, mert a világén nem akarnám összegyűrni. Azaz, nagyon jó, hát teljesen korrekt. Oké, van benne egy poszter, vagy játéktér? Inkább játéktér. Aha, már szépen el is téptem. Lehet vele játszani, ugye két pálya közül választhatsz, megszokott dolgok ezek. Gyűjtőkártya játék szabályok, nem túl magyarosan, de legalább valami próbálkozás van a fordítás, hiszen az egész le van fordítva, itt ugye rá tudsz jönni, hogy hogyan is kell játszani, és egy óriási checklist poszter, amit ha kiraksz a szobát falára, akkor még itt is tudod x-elgetni a cuccokat. Ja, és itt vannak a limitált kártyák, amik között vannak. Nagyon szép limitáltak, nekem ezek a legkedvenceim, hát ez nem is volt magyaros mondat. Szóval ezeket nagyon szeretem, amin ilyen full arany meg fekete van. Ezek extrém jól néznek ki. Itt van a gold kártya még. Jól leleplezi a dizájnt. Amúgy, ha valaki nem akarja leleplezni a kártyák dizájnját, hanem gyűjtés során bontással akar eljönni, akkor ez a poszterfüzet ez annyira nem jó. Én nem tudom, mibe tartozok. Amúgy nekem nem veszi el a hangulatot. Ugyanúgy tudok neki örülni, és ugyanúgy meg tudok lepődni. Hiába láttam már a dizájnt, azért kézbe fogva teljesen más úgy is. De remélem, hogy majd nyitunk gold kártyákat, ha nem ebből a starter pakból, akkor majd valamilyen más termékből, esetlegesen multipakból. Hátulja is tök jól néz ki, egyébként teljesen rendben van. Nézzük akkor, ó, itt van! Itt van, amit mondtam, ez fantasztikusan jól néz ki. Tényleg van rajta egy kis csillogás, de alapvetően arany-fekete limitált Golden Edition kártya. Hát mi kell még, kérem szépen? Illetőleg itt pedig ez a Brave Lloyd. Azért megváltoztak a limitáltak az előző szériákhoz képest, de ezt teljesen újra gondolták az XXL-t. Fantasztikusan néz ki, kár, hogy több XXL-t nem lehet begyűjteni, csak a starter pakba, de ez nagyon-nagyon szép ez a lap. Eszméletlen jó a csillogása. Pak dizájn ugye eltérő lehet, de ott látjátok, hogy a Series 9-et kell keresni, és akkor nem nyúltok mellé. 6 kártyás csomag. Egy csomag 500 forint már. Bár már hozzászoktunk, azért nem most került ez drágításra, de legalább akkor egyel több kártya van benne, mint korábban csak 5 volt. Viszont itt Ultra Kai van, illetve egy Action Master Wu. Az Ultra is nagyon jól néz ki, az Action is. Változtattak a dizájnon, kérem szépen. Ez a fehér keret eddig nem ilyen volt, egyértelműen változtattak a dizájnon, és mennyire jót is tesz a szériának, illetve itt is már 2024 van ráírva, hogy meg tud különböztetni ugye a szériát. Nagyon jó, nagyon jó. Nézzük, mi van még. Már van 2 pakkes starterba. Ez egy pici gyengébb volt, ez csak egy Action Sora, illetve puzzle kártyák vannak benne, ez mind puzzle kártya, azt a mindenit. De a végén van egy Kamik típusú Sora, illetve egy Imperium Guard. Nagyon jó, nagyon jó. Nekem tetszik, végre van egy kis frissesség a Lego Ninja Go-ba. Tényleg ez a dizájn nekem most jobban bejön így.
Legközebb találkozunk, srácok, fiúk, lányok, fogunk még bontani, mondom, multipak, displaybontás, ezek mind lesznek, úgyhogy tessék feliratkozni a csatornára, addig is jók lehetek, sziasztok!